Sziasztok! Rátérünk a görög irodalom és ezen belül is a görög mitológia tárgyalására. Ahogyan arról már korábban is beszéltem, ez azért fontos, mert gyakorlatilag az egész európai kultúra és hát kis túlzással az egész nyugati civilizáció az nagyon nagy részben a görög kultúrából nőtt ki, ami pedig a görög Mitológiából nőtt ki, tehát ezért fontos, hogy ennek a legfontosabb jellemzőivel tisztában legyünk. Már csak azért is, mert még mai napig is itt vannak köztünk a görög mitológia elemei nevekben, akár márkanevekben, popkulturális történetekben. Tehát egy szó, mint száz illik ismerni legalább nagyobb vonalakban azt, hogy kik a görög mitológiának a legfontosabb alakjai és legfontosabb történetei. Na de még mielőtt ebbe konkrétan belekezdenénk, lássuk, hogy mi volt az, amiben a görög mitológia nagyon más volt az ezt megelőző korok mitológiáihoz képest. Ez pedig nem más, mint az emberközpontúsága. Ide hoztam nektek egy, egy idézetet szerb Antaltól az Európai Irodalom történetéből. Ez így szól: ők mondták ki először, hogy az ember a mértéke mindennek, és ők mérték fel elsőnek az emberi dolgokat. Tehát ami nagyon más volt, a görögöknél, az az, hogy, hogy minden olyan emberszabású volt. Példának idehoztam nektek Anubiszt Egyiptomból, aki hát azért emlékeztet emberre, de ha megnézitek, például kutya feje van, tehát nagyon más, vagy ha megnézitek az egyiptomi vallások kapcsán épített építményeket, festményeket, a piramisokat, minden olyan hihetetlenül monumentális, nagyon más, mint az emberek világa. Ellentétben Ja, a mellette, az Anubis mellett látható Zeus szoborral, ahol azt látjuk, hogy Zeus tulajdonképpen tök olyan, mint akármelyik felnőtt korú férfi, azzal az apró különbsége, hogy mondjuk villám van a kezében, mert nyilván Isteni ereje van, meg halhatatlan, de hogy ettől eltekintve az ókori görög mitológia istenségei, azok nagyon-nagyon azok emberszerűek. Tehát az emberek tulajdonképpen a saját világukat alkották újra az isteneik világában, és az isteneiken keresztül értettek meg, vagy magyaráztak meg egy csomó mindent a világból. Tehát ez az emberközpontúság, ez egy olyan olyan központi fogalom, amire aztán majd idővel megint csak az, az egész európai kultúra épül, hiszen előbb-utóbb, vagy egy idő elteltével majd ez az individualizmus, ez az emberléptékűség, a humanizmus lesz, amin alapul az európai civilizáció. A másik dolog, amiről érdemes beszélni, mielőtt konkrétan a mitológia tárgyalásába belekezdenénk, az a görög nyelv. Ugye mi most így egységesen görögnek tekintünk mindent, ami, a, ami az ókori Görögországban volt, és görög nyelvűnek tekintünk mindent, ami akkor íródott, de a görög nyelv az. Korán sem volt egységes, azért sem, mert maga a görög nép sem alkotott egy egységes népet, hanem különböző indo nyelvcsaládhoz tartozó törzsek jelentek meg a Balkán-félszigeten. A Krisztus előtti második, II. harmadik évezred fordulóján érkeztek ezek a törzsek a Balkán-félszigetre Ázsiából, és hozták létre itt azt az alakulatot, amit, amit ma már Görögországként ismerünk. Tehát ők nem alkottak egy egységes népet, ezek különböző törzsek voltak, rokon törzsek természetesen, de, de nagyon sokfélék, és több, több törzs alkotta a görög népet, és ezek a törzsek mind a maguk nyelvjárását beszélték. Néhány ilyen törzs elnevezés, az akhályok, a dórok, jónok, műrmidónok, ajolok, attikaiak, és voltak még egyéb is. Ezek egyébként, hogyha valamilyen oknál fogva beleolvastak a homéroszi eposzokba, akkor látjátok nagyon sokszor ezeket a, ezeket a népneveket megjelenni. Tehát, mint mondtam, különböző nyelvjárásokban beszélték az ókorban a görög nyelvet, és ezek közül aztán a Krisztus előtti 5. századtól majd az attikai lesz a domináns, az attikai nyelvjárás az lesz az, ami háttérbe szorítja az összes többi nyelvjárást, de például a homéroszi eposzok azok még azok jó nyelvjárásban vannak írva. Igaz, hogy nagyon sok mindent átvesznek más nyelvjárásokból, így például az ájolból és az attikaiból is. Tehát ebből annyi a lényeg, hogy, hogy a görög nyelv az egy nagyon sokszínű, nagyon sokféle dialektusból álló nyelv volt, és maga a görög nép is többféle törzs ből állt össze, akik nagyon különböző karakterűek voltak, ezt a történelem tanulmányaitok során is láttátok, hogy a különböző görög városállamok, a különböző tájegységek sokszor egészen más értékrend vagy, vagy erkölcsi rend szerint éltek. ebbe, most nem megyünk bele részletesebben. Az ennyi, hogy a görög nép és a görög nyelv az egy nagyon sokszínű, sokrétű valami. Illetve egy picit beszéljünk még arról is, hogy egyáltalán milyen források alapján tudjuk azt, amit tudunk a görög mitológiáról, hiszen ahogyan azt megbesz... elmondtam a, a mitológikus világképről szóló videóban is, a mitoszokat alapvetően nem jegyezték le. Tehát ez egy, ez egy száj, mitoszok szájhagyomány útján terjedtek, elbeszélés alapján ismerte meg, az, a, ismerték meg ezeket a történeteket az újabb és újabb generációk. Ebből adódóan nagyon sok változata alakult ugyanannak a történetnek, és a mai napig ugyanaz, ugyanarról a mitológiai alakról, vagy ugyanarról a történetről többféle verziót is ismerünk. De azért van néhány olyan írásos forrás, amire támaszkodunk, vagy támaszkodtak a kutatók, amikor feltárták a görög mitológiának a, a történeteit. Aki először a, tehát aki, aki az első ismert lejegyzést készítette a görög mitológia isteneiről, az Hésiodosz volt, és a, az Istenek születése című művét a Krisztus előtti 7. században írta, ezt görögül egyébként teogóniának hívják, ez azt jelenti az Istenek születése, és ez az első ismert írásos formája a görög mitológiának, tehát nagyon nagy részben erre támaszkodunk, amikor a gö görög mitológia történeteiről beszélünk, vagy ezeket, ezeket felelevenítjük, vagy megemlítjük. De természetesen fontos forrást jelentenek a homéroszi eposzok, bár ezek egyébként számos esetben másféleképpen írják le ugyanazokat a történeteket. Nagyon jó példa erre Afrodité születésének a története. Róla majd még később beszélünk, amikor a 12 főistent tárgyalom majd egy másik videóban. Tehát Afrodité születéséről Hészi Odasznál azt olvassuk, hogy amikor Kronosz a titán megdöntötte apja uralmát, és megfosztotta a saját apját a férfiasságától, akkor, a, akkor az Uránosz, hogy mondjam, himtagjának a tengerbe esésétől, egyik verzió szerint a tengerbe csöppenő véréből, egy másik verzió szerint a tengerbe csöppenő magjából, jött, született tulajdonképpen Afrodité, hiszen amikor mindez történt, akkor, akkor a tenger ilyen habos, fodrozódó, tajtékos felületté vált, és egyszer csak egy kagyló héjon emelkedett ki belőle a leges legszebb istennő Afrodité. Ez az egyik verzió, míg Homérosznál azt olvassuk, hogy, hogy Afrodité a Zeusnak és Dionénak a gyermeke. Tehát ez is csak egy példa arra, hogy, hogy a mitológia az egy Tényleg egy feneketlen kút, és nagyon sokféle verzióban van, meg akár ugyanaz a történet is. És ez egyfelől eléggé nyomasztó, mert soha nem érhetünk a végére, tehát soha nem tudod azt mondani, hogy én ismerem a görög mitológiát teljesen. Nagyon-nagyon mélyen el lehet ebben ö, merülni, nagyon sok mindent meg lehet erről tanulni, de tényleg ez egy nagyon, nagyon színes, nagyon változatos és beláthatatlan világ. Na de térjünk még vissza a forrásainkra, tehát vannak a homéroszi eposzok, illetve vannak az úgynevezett küklikusok, akik homérosz követői voltak, és tulajdonképpen a homéroszi eposzoknak kvázi a folytatásait vagy kiegészítéseit írták meg, ezekből csak nagyon-nagyon pici töredékek maradtak fenn, de azt, azt tudjuk, hogy léteztek ezek az eposz Költük, és azt is lehet látni, vagy legalábbis Szervantal erről ír az európai irodalom történetében, hogy az is kiderül a fönmaradó töredékekből, hogy ezek színvonalukban nem érték el a eposzoknak a színvonalát, viszont megvolt ez a szerepük, hogy kiegészítették, lekerekítették a görög mitológiának a történeteit. Ugye a, a, a kör, a küklosz szó van benne ebben az elnevezésben, hogy küklikusok. Tehát azért hívjuk őket küklikusoknak, mert hogy lekerekítették az eposznak a történeteit. Aztán forrásként szolgálnak még természetesen a, a későbbi időkben, a Krisztus előtti 5. század során született ö, különböző görög tragédiák, nagyon sok történetet ezekből a feldolgozásokból is ismerünk, illetve később a római irodalomban is ö, feldolgoztak nagyon sokat a rómaiak mitológiájának elődjeként, is tekinthető görög mitológia történetei közül. Tehát ezekre a forrásokra támaszkodunk alapvetően, de mint mondtam, sokszor van az, hogy ugyanaz a történet másféle verziókban is felmaradt. És tulajdonképpen a jelenfelől már nem tudjuk meg nincs is értelme ilyesmit kijelenteni, hogy ez vagy az az igazi történet, vagy ez vagy az az eredeti történet. A mitológiáknak, a mitológikus világoknak ez a sajátossága, hogy számtalan verzióban maradnak fenn történetek. Na de most már térjünk rá arra tényleg, hogy hogyan jött létre a világ, és hogyan születtek az első istenek a görög mitológia történetei szerint. Ehhez készítettem egy csodálatos infografika szerű valamit. Ez alapján próbálom majd elmagyarázni ezeket a kezdeti történeteket. Most ebben a videóban csak Zeus és testvéreinek születéséig tárgyalom ezt a történetet, majd egy másik videóban fogok külön foglalkozni a görög mitológia 12 főistenével. Na, tehát most először nézzük, hogy hogyan jött létre a világ, és az Istenek a görög mitológia szerint. Ugye a kezdeti állapotot, a, hát nagyon sokféle kifel lehet ezt mondani, az ürességet, ezt a kezdeti ős ürességet káosznak nevezték a görögök. Ugye mai napig él a káosz szavunk, ami egy ilyen rendezetlen összevisszaságot jelent, és a görögök, az ókori görögök elképzelése szerint a világ is egy ilyen ős káoszból jött létre egy ilyen kezdeti rendezet, rendezetlenségből, összevisszaságból. Jött létre először Gája, a földanya, illetve Erosz, aki tulajdonképpen a szerelemnek az, az, ezek, tulajdonképpen ezek a kezdeti létezők, Káosz, Gája és Erosz, ők még nem igazán Istenek, sokkal inkább energiáknak mondanám őket. Tehát, hogy a, a, a káosz energiája, a föld energiája és a, a szerelem, az erosz energiája volt az első, ami létrejött a világon. Ezeket nagyon nehéz mai fogalmakkal visszaadni, de ez volt az első három olyan erő, ami megjelent a nagy összevisszaságból, vagy a semmiből, inkább így mondanám, megjelent a semmiből. Aztán gája önmagából teremtette egyrészt ö, elsőnek az égboltot, ezt uránosznak hívták a görögök, másrészt szintén önmagából megteremtette a hegyeket, a különböző erdőkkel, ligetekkel és megteremtette a hatalmas tengereket is. Tehát mindez, ez mind a három mindez a három dolog a hegyek az égbolt és a, a, tengerek gályából, magából jöttek létre. Bocsánat, itt véletlenül itt hagytam egy pontot, ennek nincs különösebb funkciója. Na, aztán gája a saját magából létrehozott Uranosszal szal együtt ő, hozta létre az utódokat. Ezt jó, ha megszokjuk a görög mitológiában, hogy nem nagyon vannak tabuk. Tehát az a, a vérfertőzéstől a, a a gyermekek elfogyasztásáig bármi lehet, tehát nagyon-nagyon hátborzongató történetek is vannak a görög mitológiában, ráadásul ezek újra meg újra visszatérnek. Tehát ugyanilyen visszatérő történet az, hogy valaki a saját gyermekével vagy a saját testvérével lép nászra és hoz létre utódokat. Na ezt tette Gája és Uránosz is. Az ő nászukból születtek egyrészt a titánok, hét darab titán, majd köztük lesz egy-kettő híresebb is, majd meglátott, majd tanulunk róluk, például Kronoszról, meg aztán később egy kicsit Prométeusról is. Aztán született még nyolc titanisz, akik tulajdonképpen nőnemű titánok, Szintén Gája és Uránosz nászából születtek még a küklopszok, akik teljesen úgy néztek ki, mint, mint a titánok, azzal az apró különbséggel, hogy csak egy szemük volt. És született még három ö, óriás, még pedig ötvenfejű, százkarú, nagyon félelmetes óriások születtek még ebből a názból. Tehát, ha megnézzük ezeket a, ezeket az alakokat, ők már egyébként halhatatlanok, tehát tulajdonképpen, és már ilyen formát. Ö, Formát öltött istenségek. Tehát azt lehet mondani, hogy ők az első istenségek a görög mitológiában, de ha megnézik, megnézzük őket, akkor ők még nagyon-nagyon szörnyszerűek, nagyon félelmetesek. Tehát azt lehet mondani, hogy az embereknek a az ismeretlentől, a természetnek, a vad erőitől való félelmét fejezik ki inkább, és valamiféle rendezetlen világot alkotnak még mindig. És annyira annyira. Félelmetesek voltak a küklopszok, meg az óriások, hogy a saját apukájuk Uránusz is elborzott, elborzott tőlük, és a tartarozba száműzte őket. A tartaroz az, az az alvilágnak a legsötétebb szakadéka. Tehát az ilyen alapbüntetés a görög mitológiában az, hogy akitől meg akarok szabadulni, azt ledobom vagy letaszítom a tartarozba. Ugye az a gond, hogy hiába Száműzték őket tartarozban, mert halhatatlanok, így nem haltak meg, hanem ott raboskodtak a tartarozban. Tehát az a lényeg, hogy Uránusz is elbozott a saját gyerekeitől, gyerekeitől legalábbis a kiklopszottom, az óriásoktól, és elküldte őket a tartarozba, vagy száműzte őket a tartarozba. Na de, és ez is egy visszatérő motivum, az anyai szív az, az nem hagyta ezt, és ezen nagyon feldühödött gája, és úgy döntött, hogy a titánokat föllázítja az apjuk ellen, és a legfiatalabb titán, Kronosz volt az, aki megdöntötte Uránosz uralmát, mégpedig úgy, hogy, hogy segítségül hívta a tartalózban leláncolt testvéreit, és megdöntötte Uránosz uralmát, megfosztotta Uránoszt a férfiasságától, és most ő volt az, aki az alvilágba száműzte a saját apját. Ez is egy visszatérő motivum lesz majd a görög mitológiában, hogy a fiúk föllázadnak az apjuk ellen, vagy az apák attól félnek, hogy majd a fiaik fellázadnak ellenük, hiszen saját maguk is föllázadtak a saját apjuk ellen, tehát ez az apagyilkosság, gyerekgyilkosság, ez egy visszatérő motivum lesz megint csak a görög mitológiában. És tulajdonképpen ez történt Kronoszal is, aki ugyan legyőzte a saját apját, de Végig, végig tartott attól, hogy majd ugyanarra a sorsa jut, mint az apja, ezért a testvérétől, Rejjától született gyermekeit, akik az első istenek voltak, lenyelte. Azért, hogy ne tehessék vele ugyanazt, mint amit ő tett a saját apjával. Ezek a gyermekek, tehát Rejjától, a testvérétől született gyermekei sorrendben, Hestia, Démétér, Héra, ők nők voltak, Poseidon, Hádész, őket születésük után rögtön lenyelte, de természetesen az anyai szív ezt megint nem hagyhatta annyiban, és Réja egy trükköt eszelt ki, és amikor Zeusszal, a későbbi Zeusszal várandós volt, akkor Kréta szigetén szülte meg a gyermekét, és amikor megszületett Zeusz, akkor helyette, a csecsemő helyett egy követ adott Kronosznak. És a Kronosz mit sem sejtve lenyelte a bepóját követ, Zeusz pedig titokban nevelkedett Krétán. Tehát tulajdonképpen Reija ugyanazt csinálta, amit az ő anyagája, hogy, hogy hogy föllázította a saját gyermekét a, hát nevezzük úgy, férje ellen, és Zeus mikor felnőtt, akkor akkor mérget adott az apjának, aki pedig szépen fordított sorrendben kihányta a korábban lenyelt gyermekeit, hiszen ne felejtsük el, hogy ezek a, ezek a gyermekek halhatatlanok voltak, tehát tulajdonképpen bármilyen furán hangzik, apu gyomrában ugyanúgy életben voltak, és fordított sorrendben újra megszülettek, Hádész, Poseidon, Héra, Démétér és Hestia, és az az érdekes, hogy, hogy Zeus, Egyszerre volt a legfiatalabb és a legidősebb gyermekek Ronosznak. És ő lesz majd az, az ő uralma lesz az, ami a, a káosz és a félelmetes mindenféle szörnyek uralma után elhozza majd a rendezettséget és az Istenek világát a görögök számára. De ez már egy másik történet, amiről majd egy másik videóban fogok beszélni. Addig is olvassatok könyveket, sziasztok!